Köszöntöm a nézőket! A Szubjektív mai vendége messziről érkezett, dr. Tóth Tamás, egyháztörténész, a római pápai magyar intézet rektora Rómából érkezett Vajdaságba, Szabadkára, illetve Óbecsére. Köszöntöm! Jó napot kívánok! Mi látogatásának oka? A keresztény értelmiségi kör meghívását teljesítettem nagy-nagy örömmel és szeretettel, ugyanis nem olyan régen jelent meg magyarul egy könyv a Kalocsa bácsi főegyházmegye 18. századi megújulásáról, és ennek a könyvnek egy nagyon jelentős részét képezi a Bácska 18. századi története, és ezt a könyvet mutatta be a Kék Szeged, Szabadkán és Óbecsén is. Mielőtt egy kicsit a munkájáról beszélnénk, illetve az intézményről, egy kicsit, hogyha részleteznénk a könyv jelentőségét, a téma jelentőségét, miért ezt a témát választotta? Hogy miért ezt a témát választottam, ennek személyes oka is van, hiszen én kecskeméti vagyok, és amikor papnövendéknek jelentkeztem, akkor a Kalocsa bácsi főegyházmegyébe jelentkeztem, és engem ennek az egyházmegyének a története, múltja mindig is nagyon érdekelt, és nagyon jól tudjuk, hogy nem olyan régebbi időkig, mint egy 1000 éven keresztül a Bácska ennek az egyházmegyének a részét képezte, Kalocsa bácsi főegyházmegye, Kalocsa bácsi érsekség néven, és ennek a területnek a 18. századi megújulás nagyon érdekelt engem, hiszen én is nagyjából erről a vidékről származok, a magyarországi oldalról, és nagyon megkapott az az életerő, az a megújulási, újjászületési vágy, amely a 18. századi embereket ezen a vidéken jellemezte. És ebben a megújulásban egyébként a katolikus egyháznak is nagyon nagy szerepe volt, ezt dolgoztam fel a könyvemben. Nehéz volt feldolgozni ezt a témát? Ez egy eddig felderítetlen terület volt, vagy volt hozzá forrásanyaga? Volt már egy-két publikáció korábban, ami megjelent ebben a témában, de a történet újszerűségét az mutatja, hogy nagyon sok levéltári anyagot kellett elolvasni. Zágrábban jártam több levéltárban, a zágrábi állami levéltárban például, az érsekség levéltárában, a zágrábi nemzeti könyvtárban is jártam, Bécsben, az ottani állami levéltárban, Rómában, a Német-Magyar Kollégium levéltárában is kutattam, a Vatikánvárosban, a vatikáni titkos levéltárban, Budapesten, Kalocsán, szóval sok helyen kellett megfordulni, és ez sok türelem kellett, hogy olyan anyagokat találjak, nagyon sokat találtam, ami ennek a korszaknak a feldolgozásához segít, és olyan dokumentum, amelyet valószínűleg kutatók még nem nagyon láttak. Hogy lehetett bejutni a Vatikán titkos könyvtárába? A vatikáni titkos levéltárnak csak a neve titkos, de igazából kvalifikált kutatók, ha a megfelelő végzettséggel rendelkeznek, akkor bejuthatnak, beiratkozhatnak ebbe a levéltárba. Azért hívják egyébként titkos levéltárnak, mert régen ez a pápának a magán levéltára volt. Akkor ez a mű hosszabb időn keresztül íródott? Ebből először készült egy doktori disszertáció, amit 2006-ban védtem meg, aztán ebből készült egy olasz nyelvű monográfia, amely 2010-ben jelent meg a Collectanea Vaticanae Hungarii sorozatban, és aztán ebből lett 2014 végére, 2015 elejére egy magyar nyelvű, szépen illusztrált kiadvány, tehát összesen egy olyan 10 év munkája fekszik ebben a könyvben. Mint említette, Kecskeméten született, teológiai tanulmányait Veszprémben, Szegeden, majd a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként Rómában végezte. 2006-ban egyháztörténelemből doktorátus szerzett a Pápai Gergely Egyetemen, több egyháztörténeti tárgyú publikáció szerzője. 2012-ben a Magyar Érdemrend lovag keresztjével, 2013-ban pápai káplánci címmel tüntették ki. Milyen állomásokon keresztül vezetett az út Kecskemétről egészen Rómába? Gyerekként tudta, hogy mi lesz, ha nagy lesz? Hát nem. Ugye a papi hivatás is az emberben közben alakult ki. Azért nagyon kevesen vannak, akik már csecsemőkoruktól tudják, hogy papok, szerzetesek vagy szentek szeretnének lenni. Hát szent azért nem vagyok, de
Pap azért lettem, remélem, hogy azért a mennyországba fogok kerülni. Mikor érkezett a hívás? Hát valamikor középiskolás koromban, Erdészetiszak középiskolában jártam Szegedre, és ott valahogy ez így kialakult. Hivatás az mindig titok, mindig misztérium, mert nehéz megfogni, érzem a hívást, tudom, hogy szeretném csinálni. Nyilván az ember akkor megharcolja magával, hogy akkor valóban ezt szeretné-e, de eddig még nem bántam meg azt, hogy pap lettem. Az biztos, hogy amikor pappá szenteltek 2002-ben a Kalocsai Főszékesegyházban, akkor ha akkor azt mondják nekem, hogy még hol kell különböző helyeken szolgálatot teljesítenem, valószínűleg nem hittem volna belőle egy szót sem, hiszen nem egészen arra készültem, hogy utána Budapesten, Rómában kell szolgálnom, ezután még nem tudom mi jön, de hát előjáróim így gondolták ezt helyesnek. Hogy került Rómába? Rómába kétszer jártam. Kispapkoromban, ahogy említette is, ott folytattam tanulmányokat a Német-Magyar Kollégium növendékeként. Akkori főpásztorom, Dankó László kalocsai érsek úr kérése volt, hogy ott folytassam és fejezzem be a tanulmányaimat. Aztán 2011-ben kerültem megint Rómába a Pápai Magyar Intézet élére, ekkor pedig a Magyar Katolikus Püspök Konferencia javaslata alapján nevezett ki a Szentszék erre a pozícióra. Fiatal kora ellenére, vagy hát ezt... A fiatalság az múlik az idővel, legalábbis külsőleg. Jellemző, hogy ilyen fiatalokat neveznek ki egyébként rektornak? Volt már erre máskor is példa. Én úgy gondolom, hogy előjáróim akkor úgy gondolták, hogy most erre van szükség. Mit lehet tudni egyébként a Pápai Magyar Intézetről, illetve annak küldetéséről? Mi a feladata? A Pápai Magyar Intézet ebben az évben ünnepli önállóságának 75. évfordulóját, ugyanis 1927-ben a magyar állam megvette a Róma központjában álló Falconieri palotát, amely egy nagyon patinás barokk palota Róma központjában. Egyébként a magyar államnak tudomásom szerint jelenleg is a legértékesebb külföldi ingatlana, ugyanis 1920 után az akkori kormány, amelynek egyik nagyon fontos tagja Klebersberg Kuno kultuszminiszter volt, azt gondolta, hogy iskolákat, kultúrintézeteket kell alapítani határon innen és határon túl, és ennek a kultúrexpanziónak, ezt akkor így hívták, része volt az is, hogy kultúrintézeteket alapítanak Európa nagyvárosaiban. Így került sor a Római Magyar Akadémia megalapítására 1928-ban ebben az újonnan vásárolt palotában, és ennek mindig volt egy úgynevezett papi osztálya. Tehát mindig volt ott egy emelet, ahol papi továbbképzéssel foglalkoztak, és ez az emelet önállósult 1940-ben pápai alapítás révén, Pápai Magyar Egyházi Intézet néven, és mi itt tulajdonképpen Magyarországról, vagy magyar nyelvterületről fogadunk papokat, akik Rómába jönnek 2-3 évre tanulni, valamilyen szakképesítést szereznek, egyetemi végzettséget követő szakképesítést, posztgraduális képzést, valamint nyilván világot látnak, Rómát megismerik, az egyház központját egy kicsit jobban Rómából megismerik, és ezzel a tapasztalattal térnek aztán haza Magyarországra, hogy magyarországi egyházmegyéjüket így gazdagítsák. Hogy lehet oda egyébként bekerülni? Mi papok előjáróink döntésére vagyunk bízva nagyon sok mindenben, tehát bekerülni úgy lehet, hogy a főpásztor, az illetékes főpásztor, az illetékes püspök döntése alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia mint fenntartó szavaz arról, hogy az illető menjen-e a Pápai Magyar Intézetbe. Nyilván a magyar püspökök szívesen küldenek ide tanulni papokat, hogy mehetnek-e, az leginkább gyakran attól függ, hogy van-e elegendő szabad helyünk. Mik a teendője az intézmény vezetőjének? Rektorként elsősorban úgy definiálom magamat, hogy egy papi közösséget kell idősebb testvérként vezetnem. Még akkor is ez az idősebb testvérség néha csak képletes, mert volt már olyan növendékem is, aki nálam több mint 10 évvel idősebb volt, de ez szerencsére nem okozott semmilyen problémát.
úgy gondolom, hogy ezt a papi közösséget kell ápolnom, illetve segítségére kell lennem a növendégeknek abban, akik már ugye felszentelt papok általában, hogy tanulmányaikat minél jobban tudják végezni, ennek az anyagi hátterét is koordinálnom kell, illetve természetesen figyelnem kell azt, hogy a tanulmányaikban előrehaladjanak és a kitűzött célt el tudják érni. Általában hány évet vannak ott? Általában ez a szakképzés a speciális képzés idejétől függ, úgynevezett licencia képzésre mennek papok, tehát ez az egyetemi diploma és a doktorátus között lévő fokozat az egyházi képzésben, vagy eleve doktori ciklusra mennek ki, ennek megfelelően az ott tartózkodás átlagos időtartama 2-3 év. Lehet ennél több is, meg kevesebb is természetesen. Dr. Pénzes János szabadkai, illetve Németh László nagybecskereki püspökatyák több vajdasági fiatalt is kitüntettek azzal, hogy Rómában tanulhattak, illetve tanulhatnak. Mi az ön tapasztalata a vajdasági fiatalokkal? A mi intézetünkben most jelenleg nem tanul vajdasági, de korábban volt erre példa. Jelenleg a Német-Magyar Kollégiumban van több vajdasági papnövendék, illetve pap is, elsősorban a Szabadkai Egyház megyéből, őket is személyesen ismerem jól, hiszen a rektori feladaton túl nekem van egy olyan kötelességem is, amit tulajdonképpen a Magyar Katolikus Püspök Konferencia bíz rám, hogy az ottani magyar egyházi életnek egy kicsit az ügyvivője legyek. Ezt ágens kifejezéssel illetik hivatalosan, ez egy latin kifejezés, ez az ügyvivőt jelenti tulajdonképpen, és éppen ezért van természetesen kapcsolatom a más kollégiumokban élőkkel is, sőt, amikor én magam a Német-Magyar Kollégium növendéke voltam, akkor több szabadkai egyházmegyés papnövendék társammal éltem egy fedél alatt, és hát jó volt együtt lenni, mind a horvátokkal, mind a magyarokkal, és ami nagyon nagy lehetőség Rómában, hogy egymás kultúráját azt még jobban megismerhetjük egy kicsit semleges zónában is, és ez úgy gondolom, hogy nagyon nagy gazdagító erő mindannyiunk számára. Hogyan élik meg Róma atmoszféráját a vajdasági fiatalok, hisz éppen ez, amit ön is említett, ez a sokszínűség, ez itt nálunk is tulajdonképpen jellemző, tehát nem annyira újszerű számukra. Igen, a könyvem is erről szól, hogy a 18. században egy olyan a szónak a legpozitívabb értelmében vett multikulturalizmus alakult ki pont itt a Bácskában, amely én úgy gondolom, hogy mind a mai napig, bár ez nem mindig látszik, ezt én tudom, ennek a térségnek az elejét adja. És azt gondolom, hogy egymás kultúrájából meríteni az egy óriási dolog, és akik kimennek oda Rómába, azok egyrészt tapasztalják az egyetemi és kollégiumi életben azt, hogy többféle országból, többféle nemzetből, többféle gondolkodásból és kultúrából érkeznek oda emberek, akik egyébként, mivel katolikus egyetemen tanulnak katolikusok, sőt papok gyakran, mindemellett megtapasztalják Róma városának ezt a több ezer éves, nagyon mély, nagyon érzékeny kultúráját, kulturális örökségét, a római kortól kezdve a keresztény örökségig, és mindemellett közel vannak az egyház központjához, ami még egy plusz erő, hogy az egyháznak az univerzalitását is megtapasztalják. Erre akartam éppen rákérdezni, hogy Rómában másként élik meg az Isten velünk van élményét, éppen ez a sajátosság miatt? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen másként. Hogy színesebben-e, jobban-e, rosszabbul-e, ezt nagyon nehéz megmondani, de biztos, hogy másként. Mert közel vannak fizikailag az egyház központjához, a Vatikán tőlünk 15 perc gyalog, tetőről lehet is látni a Szentpéter Bazilika kupoláját, nagyon szép, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy egy kicsit más szemszögből, a világegyháznak a szemszögéből tudják egy picit megtapasztalni, mit jelent az, hogy ők katolikusok, vagy azt, hogy mit jelent az, hogy ők magyarok például, hogyha magyar papokról és papnövendékekről beszélünk, mert hát azért mi gyakran el vagyunk a magunk is saját falujában, városában, vidékében, és nagyon érdekes elmenni az egyház központjába, és ott akár az egyetemen vagy az utcán tapasztalni azt, hogy mennyifélék vagyunk,
és megtapasztalni egymásnak a másságát, de mégis egységét a katolicitáson keresztül, úgy gondolom ez egy nagyon-nagyon érdekes kihívás mindenki számára. Mi az a kulcs szó, vagy kulcs gondolat? Van-e ilyen egyáltalán, amit a szívébe zárt, és aminek ön szerint a növendékeket vezérelnie kellene küldetésük folyamán? Én mindenkinek elmondom tanév elején, az évelei megbeszélés, exhortáció alkalmával, hogy őket hivatalosan a püspökeik azért küldték ide, hogy egy licenciát vagy egy doktorátust szerezzenek, tehát részt vegyenek egy szakképzésen, és azt elvégezzék. Na de emellett egész a Rómát meg kell tanulni. Egyrészt szentek lábnyomai járnak, Rómában nagyon sok szent élt és él, és nagyon sok szentnek a sírja is van. A kedvenc kávézom mellett élt 33 évig Néri Szent Fülöp, 16-17. Századnak az egyik legkiemelkedőbb szentje. A Lejtek jókat tudtok című film az ő életéről szól többek között. Szentek lábnyomain járunk, közel a Szentatyához, fizikailag is, még akkor is, ha nem kávézunk vele minden reggel természetesen, de mégis fizikailag közel van, és ezt meg kell tanulni. Tehát, hogy nyitott szemmel az itteni kultúrára, a kulturális örökségre és a vallási jelenlétre is nyitottan kell érni, mert a romanitást, a rómaiságot, az valóban csak úgy tudják megtanulni, hogyha az íróasztalon kicsit tovább látnak, és azzal a kulturális gazdagsággal térnek majd haza, amivel mennyire kérdek. Jellemző egyébként, hogy ott maradnak különböző intézményekben, vagy az egyház keretében? Akiket kiküldenek Rómába, és ez egyébként a többi kollégiumra is vonatkozik, hiszen a magyaron kívül sok más nemzetnek van hasonló nemzeti kollégiuma Rómában, azért küldik a növendékeket, kispapokat, papokat, tehát papnövendékeket és fölszentelt papokat is, hogy világot lássanak, megtanulják ezt a romanitást az ott egy tanulmányokon keresztül, és aztán hazatérve az itteni közösséget gazdagítsák ezzel az élménnyel. Tehát ez a fő cél, és ezzel a célral küldik ki a legtöbb embert. Aztán elképzelhet, hogy valaki visszatér valamilyen okból kifolyólag, de a fő cél nem ez. Tóth Tamás atya a Pápai Magyar Intézet vezetése mellett a Szentszéki Magyar Nagykövetség egyházügyi tanácsadója, az állam és az egyház közötti együttműködést segíti. A Vatikánban ezen kívül közreműködik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hivatalos ügyeinek intézésében. Hát ilyen széleskörű tevékenysége szellemében meg lehet-e fogalmazni, hogy milyen kép él a Vatikánban az anyaországi, a magyarországi, vagy a határon túli magyar katolikusokról? Én úgy gondolom, hogy a Szentszék szemében más struktúrák vannak, mint általában egy adott ország ezt gondolja. Ugyanis legjobban, leginkább mondjuk gazdasági erő, gazdasági potenciál vagy területi nagyság alapján szoktuk az országokat osztályozni. A Szentszéknél viszont egész más szempontok vannak, és ott például nagyon kiemelkedő szempont az, hogy milyen a vallási megoszlása például egy adott országnak, mennyi a katolikusok száma, hány egyházmegye van, hány püspök van. Az is egy fontos szempont, hogy milyen régi az a katolicitás, ami jelen van abban az országban. És hát mi az ezer éves Szent Istváni kereszténységünkkel, magyarságunkkal, én úgy gondolom, hogy egy kiemelkedő helyet foglalunk el ezen a ranglistán. Tudják, hogy kik vagyunk mi magyarok, nagyjából ismerik a történetünket is, és oda figyelnek ránk. Említette, hogy nagyon ritkán lehet találkozni a pápával. Nem olyan régen volt egy magyarországi delegáció, ahol vajdasági magyarok is részt vettek, ugyanis amikor Szegedről elindult egy ilyen akció, hogy kézzel másolják le a Bibliát, ugye Benyik atya indította el, és akkor átadták, hogy Benyik atya utána említette, hogy a Szent atya nagyon meghatódott, és hogy meglepődött egy ilyen ajándékon, tehát azért
el lehet jutni a Szent Atya szín elé. Igen, ebben az akcióban mi is közreműködtünk a Szentszéki Nagykövetség részéről, és nagy örömmel, mert ez még egy különleges kezdeményezés volt, hogy Benyik atya, aki egyébként nekem még annak idején tanárom volt Szegeden, megjelent nálunk ezzel a hatalmas könyvkupaccal, 4 vagy 5 nagyon vastag könyv, azt hiszem 5 talán, és kézzel írt oldalak. Azért ezt megható volt lapozgatni, főleg az, hogy ez egyébként nagyon sokáig készült. És hát és sokan is vettek részt benne, sokan vettek részre, és valóban a Szent Atya egy ilyen meglepő, monumentális alkotásként tekintett erre a munkára, ami egyébként azt hiszem, hogy egy komoly evangelizációs dolog is, hiszen az ember leírja a Szentírásnak a szavait, akkor közben azért át is gondolja azt, hogy mit ír. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly üzenet azért, hogy a Szentírásnak a mai ember számára is van komoly mondani valója. Köszönöm szépen dr. Tóth Tamás egyháztörténésznek, pápai káplánnak, a Római Pápai Magyar Intézet rektorának, hogy vendégünk volt. Megtiszteltetés volt, én köszönöm szépen. Köszönjük az önök figyelmét, és viszontlátásra!